Spárga. A hétvégén nálunk volt a legjobb barátnőm és a kutyája Szimat, aki neki szaladt a ruhaszárítónak, ami sajnos összetört. Így most erre a kifeszített spárgára telegetett ki anya. Elég hasznos dolog ez a spárga. Hamar megszáradt rajta minden. Mondjuk, egy kicsit útban van itt a szobakellős közepén. Most, hogy már tiszta a terep, végre elférek és nyújthatok egy kicsit, mielőtt bemutatom nektek, hogy mit tanultam az akrobatika táborban. Hihetetlen, hogy szorgalmas nyújtással mire képes az emberi test, olyan ruganyos lesz. Mikor kezdtem, még a lábujjam is alig értem el az elején. Most meg már lemegy a spárga. Ajjaj, csak hogy fogok innen felállni? Az előbb hozta a postás. Az áll benne, hogy szeretettel meghívnak a kedvenc zöldségem sztár bemutatójára. Ezt el sem hiszem. Olyan régóta vágyom rá, hogy elmehessek egy sztár zöldség bemutatóra. Micsoda gyönyörű spárgák. Sosem láttam még ilyen szép zöldségeket. A fények, a csillogás és a pompa. El sem hiszem, hogy itt lehetek. Én csiklandó az összes zöldség. Sziasztok! Ti tudtátok, hogy ez az egyszerű szó, hogy spárga ennyi mindent jelent. Először is a növények rostjaiból összefont zsineget nevezzük spárgának. Nagyon sok mindenre használhatjuk. Akár összeköthetünk a segítségével egy virágcsokrot, de kifeszítve ruhaszárító kötélként is kiváló. Spárgának nevezzük az akrobata mutatványt. Sőt, az egyik kedvenc zöldségemet is spárgának hívjuk. Egy szó, mégis három teljesen különböző jelentése van, ami csupán attól függ, hogy épp mire szeretnénk használni.